Hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Vébe vagyok, és ez itt újra a The New World, valamint igazából nem is újra, hanem de mondjuk újra, mert ugye régebben volt egy úgymond végigjátszás a sztoriból, és most itt van, ugye a Han Solo-dán is kapott egy grafikai feljavítást, ugye a Next Gen-es konzolok miatt, és az Amazonnál is úgy gondolták, hogy ők is szeretnék ezt meglépni, és ők is elkezdenék bevenni a konzolpiacot is, így a játékosok fázisába. Úgyhogy most kijött az első New World Aeternum Open Beta, amit mindenki ugye játszhat, ha Steam-en bekéri a New World oldalán, ugye akinek megvan a játék, az majd októberben megkapja ezt a frissítést. Annyi, hogy egy-két feature-t ez nem fog hozzáférni, hogyha nem vette meg a Agrioth nevezetű DLC-t, de akinek ugye minden DLC-t, és aki megvette ezt a DLC-t, az minden teljes pompájában fogja tudni játszani a játékot. Egy-két újdonságot hoztak be, igazából az úszás mondjuk, meg grafikailag azért eléggé szerintem sokat húzott rajta, mintha nem is az, hogy szebb lenne a grafika, hanem mintha egy másik filtert használnának a játékon, és sokkal jobban néz ki ezáltal a játék, mint annó ugye megjelenés napján. És ugye a konzoloknak is ugye sokkal jobban fogják tudni játszani a játékot, mert olyan újításokat hoztak be, ami kicsit ilyen, mint a most nem tudom, hogy régen is volt az autotarget, de talán lehet, hogy volt, de nem ilyen mértékű, meg kicsit, mintha a fizika, nem is fizikán, hanem így a karakter mozgásokon is javítottak volna. Szóval nagyon, nagyon sokat dolgoztak ezzel a patch-sel. Már kipróbáltam amúgy, de töröltem a karakteremet, mert nézzük meg együtt is. Sailing to an uncharted island with strange folk aboard. Keep your voice down. I just want the captain to hear you. It ain't the captain I'm worried about. It's our priest. If he's a man of the cloth, I'm the Virgin Mary. All you seek will soon be yours, Captain. It is indeed the Island of Legend. So you say. If you're wrong, the price of the voyage will be paid in blood. Yours. And those vagabonds you brought along. They merely seek adventure, Captain. The island calls to those who forge their own destiny. Na és itt is vagyunk, ugye régen azért nem így nézett ki a karakterkreálás se. Úgyhogy itt is vagyunk a karakterkreálásban, és ugye itt vannak a kasztok, katona, a pusztító, a távoli, a muskétás, okkultiszt, ugye ez egy mage, mystic, ez is gondolom mage, és egy Swordbearer vezető, és ugye vannak itt trace skill-ek is custom-ként most már. Tank damage. Most mindenkinek másabb trace skill-je van. Itt már ennyiben változott a játék.
Igen, body type az női. Face az maradhat is, az egyes skin tone az ilyen a legfehérebb. Ja, nem úgy. Csak a legvilágosabb, ez nem olyan rossz. Ezt használtam tegnap, ezt a színt és hajat. Most megnézzünk valami mást. Ó. Oh. Már mondjuk most jelenleg úgyis az elején nem nagyon fogjuk látni, mert a karakternek sisakja van. Isen is. Végig ponytails. Bejön az. Milyen hajak vannak. Szerintem raktak be új hajakat, meg egyéb kinézeti dolgokat is. Nem maradunk ennél. Igen. Úgy így lesz a tökéletes. Jó, nem. Igen, az egy szép kék lesz szerintem. Ez jó lesz. Igen, ez marad. A szeplők. És a tatúznál tegnap használtam, vagy ezt kéne, vagy ezt. De most ezt fogom. Szerintem ez nagyon adja. És ez ilyen... kék vagy fekete. Szerintem legyen a sötét kék. Így. És akkor karakterkreálással is vagyunk. És most akkor üdvözlöném az élő közvetítés nézőket, akik ugye a Twitch-en vannak, és a YouTube-on nézőket is üdvözlöm. Ez ismételten elmondom, New World Athenum Open Beta, ami október 25-én fog frissülni a sima New World-re. Ez is egy ilyen hánthoz hasonló Next Gen-es update, ahol elég sok mindent átszabtak a játékba. Is volt a nevünk. Oké. Okay. Igen, nincsen a világban senki, ismerős, eucentrál, karakter, stb. Ugye annyi változás van, hogy ugye a grafikai frissítés mindenki megkapja, van egy-két feature, mint mondjuk az úszás, meg egy-két, hát összítelek mondom, ugye nagyon rég játszottam a játékkal, a sima alappal, ugye amikor elkezdődött, akkor végigment, így a sztorit végig toltuk, és akkor a ilyen instákat a kulcsok miatt nem nagyon toltuk le, mert nem volt rá emberünk, és utána még egyszer belekezdtünk, de akkor csak végig toltuk így nagyjából a sztorit, azt a felső régiókban nem mentünk bele, és ugye utána jött a Agrio DLC, és ugye ott aki megvette azt a DLC-t, az majd ennél az új verziónál már teljes vampájában élvezheti a játékot. És érdemes visszanézni azokat a New World-ös felvételeket is. Ugye ott sajnos géphibával küzdöttem, és ezért vannak olyan részek, ahol így megszakad, meg kifagy, meg hasonló. Nem olyan minőségi a stream VOD, mint amilyen kéne legyen. Na, de aki gondolja, az kövessen be a Twitch-en, a YouTube leírásban megtaláljátok az összes tudnivalót majd itt a videó alatt, és aki meg Twitch-en néz, az meg a névjegyzékbe találja a YouTube-ot, meg a TikTok-ot, meg az Instát, meg a Facebook-ot, meg minden olyan platformot, ahol rövid videókat, vagy akár hosszú videókat lehet feltölteni, meg egyéb videós tartalmakat. Na de, akkor vágjuk is bele, ugye itt ez már teljesen más volt, mint ugye az alap legelső New World bekezdése, mert ugye akkor ilyen nem is nagyon emlékszek, hogy milyen volt az első bekezdés így a játéknak, ugye azóta ugye volt már egy újragondolása a sztorinak az elejének, ugye akkor is kezdtünk mi egy karaktert,
abból voltak streamek, de ugye az nem került át a YouTube-ra. Aztán ugye most ez már a harmadik verzió, ahol ugye elméletileg már bele van vonva az Agri 5-ös sztori is, össze van mosva. Elméletileg, vagy nem tudom, hogy alapból is össze volt mosva. De lényeg az, hogy most egy teljesen új kezdés van, és ez már tényleg nem olyan, mint a legrégebbi verzió. Na, de menjünk is tovább. To me, priest. I warned you the journey would be difficult. You said nothing about sailing through the very gates of hell. Hell is all but inevitable for one such as you, Aldous Thorpe. The island offers something much greater than gold. Redemption. For me, and perhaps even for you. Do not fear the storm, Captain. Faith will see us through. Ciao, Petya. Nem halott az a játék. Miért lenne halott?
Úristen, úristen. Úristen, mi ez? A karakter tud úszni. 4 évvel a megjelenés után. Wow. Igazi kis pillangó úszásba. Wow. Azt egyik fel itt a kis lutacskát. El akartál játszani, Peti, ezzel? Ezt rakjam le. Ó, mindegy, most nem tudom állítani. A Division-nál. Ott van a kapitány. Na, most már ne kezdjél bele. Október 25-én fog kijönni ugye ez a patch, és teljesen átszabja az egész játékot. Grafikailag, teljesítményügyileg, meg ugye van egy DLC-je az Agriot, és érdemes megvenni. Akkor lehet én is kezdek egy új karaktert majd amúgy 25-én. Az a baj a Division-nál nálam, hogy ugye én eddig mindent megcsináltam benne. Egy dolog van, amit nem csináltam meg a Deep-be. És jó, 2 dolog. Abban az egyik az lényegtelen. Nagy császterik. Ott csak a izé lenne, az az egy incursion lenne. Meg kell csináljak. Csak valamit kell. Én nem bobasztam soha, úgyhogy engem annyira nem. Nem vonz. Fogtam, hogy én ennek a Agriot DLC-nek akartam nekiállni valamikor, de utána izé. Jött nekem a nyomsos, hogy nézzem, talán Gamescom, vagy valamelyik izénél volt egy ilyen bejelentés, mondja, hogy izé, hogy fog jönni konzolokra a játék, hogy fog kapni egy patchet, meg át lesz szabva, lesz úszás, igazából ennyit mondod, grafikáról nem beszélt, akkor még. Itt van a nagy izé.
Nem, ott is csak béta van. Október 25-én fog jönni PS-re. Ez a béta van elvileg ott. Most lehet, hogy már régebb óta megy ugye a zárt béta, mint amikor annó izén. A PC-n volt ugye ott is 18-19-ben játszottunk először New World-ot. És még 20-ben jelent meg, vagy hogy volt. Szerintem nagyon, nagyon faszán átszapták. Elnyúl. I feel your blessing surge within me. Everlasting glory will be ours. Töltött egymást, nem? Hármat. Na, és most kezdődhet a farm. Hát, bétázni gondolom. Ugye, de ugye most ez a...
and Vec, and you still have your soul. You should be proud. Na, csak annyi, hogy ugye most ez a hétvége, ez most a Crossfire-ről szól, és az miatt van PC-s is, mert... Let the air fill your no small feet. You died, and it won't be the last time. On a ship, smashed by the Stormfall, of course. Like everyone else here. Maybe you forget. Could be a blow to your head killed you. Ah, but it will pass. Your soul is strong. That's what matters. Most aren't so lucky as we are. They are reborn as something else. The corrupted. Or worse. But you must be starving, friend. I always feast after die. Don't worry. Many boars roam wild just off the beach. A little one. Yes. And you will also want a skinning knife. Because boar skin tastes like, hair, mostly. Gather a flint and... Ja, a flintet megbusszadni. Ezt kell nekünk. Push. Ezzel még mindig nem tudtak kezdeni sok mindent. Ugye egy helyen sok ember van, akkor nagyon is FPS. De persze most még nincs, hogy ez most a... sima DirectX 11-es verzió. Hogy is kellett craftingolni? Ja, tűznél tényleg. Oké, és skinny finis. De van egy DirectX 12-es verzió is, csak ott még csak FSR van, és hát én nem vettem észre, hogy olyan nagyon erőteljesen jobb lenne. Teljesítmény, azért játszok most simán így, majd ha kijön a úgymond végleges, akkor majd. Ja igen, ezt így ide kell ugye. Skinny penis. Oké, és... Snaker standard, aha. De ott csak béta van, gondolom még. Mert október 25-re van írva a megjelenése. Mind ahogy néztem videókat. Gondolom lehet, hogy... Ja, gondolom akkor az előrendelők tudnak izé bétázni. 15? Akkor 15. Nekem 25 volt meg. Distinct Animal Fang. Oldával beszéljünk. De akkor majd 15-én fog jönni majd izé rendes. Amit olvasgattam az utolsó hírekből, írták, hogy ugye let us see what you have there. Of course, it's well crafted. More likely, the town of Brightwen up the road is mostly set. No, I've never been. They fool themselves. Nowhere. Yes, we are all a little mad on. Yes, those beasts. Yeah.
Hantem. Ja, hogy ja, most kéne. Palackákat öldösni. Köszönöm szépen a követést. Na, azt akartam mondani az előbb, hogy ugye olvasgattam a újabb híreket a New World-nek az oldalán, és ott néztem, hogy hogy elméletileg ugye azt nem írták, hogy új grafikai motor, de 100%-os vagyok benne, hogy ugye kiliszenszálták ugyanúgy a Crytek 5.7-es, amit megkapott ugye a Han Showdown is. Azt kiliszenszálták és arra építették újra a játékot, vagy upgrade-elték. És ugye DLSS, FSL támogatás az ugye most már van benne egy FSL támogatás ebbe a bétába, de hát mondtam, hogy LTX-es kártyám, hogy nekem igazából a DLSS lenne a normálisabb opció. És így az FSR-rel olyan sokat nem nagyon nyertem, hogy láttam. Csak minimálisat, max egy, lehet egy 10 FPS-t azért itt ezen a szekcióban. Valamint lehet, hogy este kevesebben voltak. Igen. El is megvan. Oké, és beszéljünk vele megint. Ah, a successful hunt? Hunt and cook your own board, let me. Ah, Erta is teasing me. During rebirth, their souls become claimed by... Oh! Ah. All you can do now is put your form... Keep your weapon at the ready. Ja, el is megvan. Cooking 1-es. Na, menjünk tovább. Lapocskák, amit lenne még 4 darab. Én azért nem nézem ezt az egészet. És az még fel volt jegyezve amúgy az is, hogy a jövőben terveznek még grafikai újításokat a játékhoz. Mint mondjuk Ray Tracing, meg egyéb mesterséges intelligencia maggal kapcsolatos fejlesztést. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy meg mit tudnak kihozni belőle. Szerintem most már nagyon... hát nem tudom. Vagy nagyon rég játszottam vele, és azért látom szépnek, de szerintem mondom, hogy mintha egy ilyen... másik grafika filtert használnának. Az előző New World-hoz képest, és ugye a maga a textúra részletességen dolgoztak volna még egy pöppet. Hoppá, oda kell menni, nem ide. Egyből. Jó, még egy kettőt. Itt készen is vagyunk. Kíváncsi leszek, mert ugye nagyon sok szervet összevontak a sima játékba, hogy ezzel mennyit tudnak hozzá tenni majd. Mennyivel lesz életképesebb a játék, meg hogy tudnak-e valami olyan újítást hozni még pluszba, amivel meg is tudják tartani a játékosokat.
Mert alapvetőleg ez a játék elég jó játék volt anno. Szerintem. A neved meg, Peti, hát ott van a izé karakter a PC-n. DLC-t megveszed más, nem 28 euró most. Ha még lehet megjelenés előtt, még lejjebb is viszik. Mármint ennek a... update-nek a megjelenésére lehet még lejjebb is viszik. Vagy valami vásáron még olcsóban elkezdik adni az Agri öltöt. Vagy mi a neve. Had the... See, Erta, see! I knew our friend here would prove worthy. Who better to tutor a new... Indeed, but this new... Must infect... Ez megoldható, Petty. Pistol shots a few, I agree. Stop being so thick-headed, Elstrom. Aha. I'm not bad. Összekötöd a géppel, és ennyi. Rákötöd a tévére a gépet, az csáó. Hol van a másik? Itt valaki ül még. Mindegyik izé, neked is a labba benne van a izé Bluetooth alapból. Windows 11 felismeri a Xbox kontrollert. Egyből összecsatlakoztatod, megnyomod a kis gombocskát. Mát is váltott a New World. Joystick vezérlés, azt megy is. Csáó. Azért mondom, rátolod tévére, vesz egy nagy HDMI-t. Az csáó. You eluded me in death, but our souls are bound. I am weak. Hát ezután fogja bírni, mert azért 4K-n ott van a izé. DLSS-sel betolod egy performance-ra, az csáó. Fölraksz mindent maxra. Maybe give a girl a hand? Efesel is van. Van Efesel is. És elvileg a legújabb Efeselt fogják belakni. Azt nem tudom, hogy... hogy a frame motion-t azt megkapja, azt nem tudom. Mert ugye én is nem néztem pontosan, hogy... technológiában mit. On the sand. You have my thanks. I know a safe spot this way. Come on. Nálam az izé volt amúgy. Lagosabb volt. És én úgy vettem észre este. Mondjuk lehet, hogy volt amúgy Nvidia Driver frissítés, lehet, hogy az is hozzátesz. Meg úgyis amire jön a patch, addigra úgyis lesz. Meg ugye optimalizáció mind a kettő kártyára. Dietrich Timmed. Well now, can't tell you what a relief it was seeing someone who was still... I was beginning to think I was all alone out here. Perfect. I was betting there... I'm not about to... This isn't my first shipwreck, you know. And there's booty to be had here. Of course. Not like these rotters care a damn for it. And I'll be needing a new ship, a new crew. In fact... If you want a partner, that's the spirit. It's a deal. My first mate went that way. But... Watch out. Look, man. Hiányzik.
Most kell bevenni ebbe a izébe. Ja, ott kell bevenni. Ez kijön egy malac. Este streameltem Bubinak itt Discordon, ugye nagyjából ideig jutottam el így este, mert szétaludtam magammal. Azt Bubinak is mondja. Hú, de jól néz ki meg. Így átalakították. Mondja, hogy ő is kipróbálja. Kíváncsi leszek. Szedjük össze ezeket a szuszokat. Rámész a New World-nek a Steam oldalán, és ott van egy olyan, hogy hozzáférés kérés, és akkor elméletileg mindenkinek adnak. Konzolom, meg ott is le, ott is valahogy a... Bár mondjuk azt pontosan nem tudom, de ott is van egy store oldalon lehet nézni. Xboxon nézegetted? Várj. Még talán nem kezdek kell megölni. Nézek neked egyet, mert a honlapon le van írva. Hát, mert sajnos két monitorom azért nincs. Open. Itt a Xbox. Itt a... Valami store oldalt írtak. Igen. Hope to play. Igen. Navigálj a store page-re, keresd meg a New World-öt, menj rá a New World, ja, de ez a Steam. Ez nem az, nekem az Xbox-os kell. Itt van. FAQ. Steam, PS, Xbox. Indítsd el az Xbox-ot, a store page-re navigálj ott a New World, és keresd meg a New World Eternal Open Beta-t, és ennyi. Ennyit ír. Hogy elvileg van a store page-en, van egy ilyen, és ott azt le tudod tölteni elvileg egyből. Aha. De ahogy kiveszem, itt van egy ilyen kis notification, hogy elméletileg, hogyha rámész a New World-nek az a sima store page-ére, akkor ott is ott lesz ugyanúgy. És ott is hozzá lehet adni az Xbox-on. PS és nagyjából ugyanazt írják. Ott van a New World-nek a store page-e. Ott lehet beaktiválni. És onnan tudjátok letölteni. Nincs mit. Na. Csáó, nyomsos. Let's see here. Unfortunately, I didn't have as much luck as you did. I worry it's bad luck leaving behind my own treasures. Now there's a good mate. Tell you what. If you can get most of our cargo was lost at sea, and a born of me now is leaving behind. Okay. Kitartást a munkához.
Már nézzük, ugye most kell bemenni a kis ballangocskába. Oké, a zászlót le kell szedni. A kormánykereket. Az armor chest az alap. Minor goggle. What? Ez ilyen csecsebecse? De megszoktam ezért. Hát te mondtad, hogy próbáljam ki. Én csak kipróbálom. És cseréljem le. Mi volt ez a goggle? Ja, oh. Minel goggle? Floating ring minel. Ne bassz fel. Most kijelöli így a izét? A gyűjthető cuccokat? Mármint, hogy a... Nem látom, de... Majd kiderül. Hol kéne menjünk? Vissza. Look how they fall in line when they realize something greater than them is at their doorstep. It will be the same with corruption. Vissza. You're back just in time. Despite her personality, I scouted. Yes, yes, I know. Ah, see now. The poor girls just survived. I suspect you will be wasting your breath. Aye. A szélen is most kell visszamenni a bányába. Look, I'm as grateful as can be that you reclaim my flag and all. But don't ask me to go on a food. Your local friends say there's a town a bit up the road. I'll set your barge aside until you get there. Those two say there's some kind of storm wall out there. Besides, Captain Grace O'Malley never met a savage your way, hero. Don't worry about me, Bert. Yeah, most kell visszamenni a bányába. Hát én nem látom, hogy ezt kijelölni a materiálokat. Meg azt hittem. Nothing van, by minus, with an uncoming stone, akkor csak annyi, hogy a bányába használták, akkor egy ilyen hülye leírás. Na. Igen. Nyissuk ki ezt. Kapunk egy kis szuplit. Mi ezt a kaját is rakjam be. Jó. Te itt ezt lehet ezt szalvédzsolni, nem? Salvage. Oh, ad vissza a rétet. Mert hogy na. Iron cuccost azért goldot adott, salvage. Ja. Én nem néztem semmit róla. Te amennyit mondtál, most így utólag így ránéztem a... hogy miket érkálnak. Fejlesztők. Your friend, Snowvo, I've never seen corrupted in such numbers. And I fear... I am.
I was looking forward to spilling corrupted blood. I can't let you have all the if you find the source of the... Nos, kell bevenni. Mert eddig látok, az nekem tetszik. Most vagyunk kint K-ja. A Fink. A Steri. Abba is szélre megyek. Kardos támadásokra. Mehetünk kifele. De ez kell attól még. You steal that which is mine. You assault my followers. And now you disrupt my plans. This is personal. Personal. Hát a világ legjobb játék azért nem mondanám. Yet you live. What did you find? De. And you shut the bastards down, did you? Let's not get ahead of ourselves. Yes. In the past, an avatar. If you had, it is unlikely you would be. That would be for the best. My friend, you're... De tény, hogy az új MMO-k közül a New World azt szerintem tényleg... Hát nem azt mondom, hogy jobb lett, mint a többi, de... Na, érdekesebb. Szerintem. Come closer. It is time to know the whole truth. Island has always guarded the promise of paradise. Humanity cast out, deemed unworthy of such blessings. But I did not come here seeking paradise. I came for answers, redemption after a life of weakness and suffering. And I found a truth that disproved everything I had been taught. I tasted the knowledge forbidden to us at creation, and I saw the vision of humanity's true potential. I knew then, I must correct this ancient injustice and restore the power which is rightfully ours. The heart
of the mountain now beats strong with this purpose. After a century of preparation, our campaign has begun. The island's townships already fall before the might of our armies. The only thing I had not foreseen is you. You, who have stolen the gift meant for me. And now your soul will pay the price. I will not stop until I have seized back the destiny stolen from us and brought true freedom to the world, both old and new. Corruption. Bash. So everything in the town was corrupted. You want? Vegyünk egy kis harpszat. Jó, ennek egy problémája van. Vagyis volt annó, amikor én játszottam vele. Hogy kegyetlen sok játékos kell ahhoz, hogy tényleg normálisan lehessen vele. Did you see my court? Csinálni a... The wilds of Eternum have never been safe, but the roads? Aktivitásokat, PvP aktivitásokat. Never seen anything like this before. How should I know? Do I look tell you this much, however? You mean... You'd help old hapless gather any. Nagy tonyásokat kell szedni. Azt is átrajzolták, ez másképp nézett ki. Ha jól rémlik. Help somebody else, okay. Ugye itt ezen próbálnak így Old Master Knife Key, az igen. Oké, okay. Szedjek izét. Másodlagos. És opcionális. Az jó. Szép lassan kezdtek ezeken a megkötéseken könnyíteni. Vagyis na, engedni. Inkább úgy mondom, hogy engedni ezeken a követelményeken. Csak hát nem tudtak annyi újdonságot belepakolni a játékba. Mint amennyit kellett volna. Hogy is kell tenni ezért? Valahogy el lehet tenni. Hát social menü, F. Valahogy el lehet tenni, pedig a kardot. Igen. No. No. Nem lehetett eltenni a kardot, meg ilyeneket.
csak bent a városba teszi a... Welcome to Pridewen, traveler, the greatest kingdom on Eternum. Well, have you come from the beach then? So it's true then. The worst part is that it's all happening on the eve of the most high nothing less. Of course, however, Knight Regent Jin Jay, don't feel you have to rush, of course. Welcoming those who've just washed ashore is... I just sent another newcomer from the... sounds like her. So again, welcome... Territory standing. Here's my new friend right here. Keep that. Herbalist. Egyik egy kis vizecskét. Többet nem is lehet. Ez Monalcs, ugye? Ha minden igaz. Ja, Monalcs, és itt van a küldetés. Evelfal. Row, Shattered Mount. Brimstone Sense. Igen. Be kell jelentkezni, kis nyotelva. Welcome to the Regent's Rise. Sleep here and wake up feeling like a king. You hear? Okay. Respawn pontunk megvan. Csak itt kell beszélni valakivel. Papírocska. Now there's a familiar face. About time you... Here we find ourselves in a little... No doubt. For a place where... One thing that is the same. We're both a little light in the pocket. Never let it be said Grace O'Malley doesn't pay her... Well, you got that coin I just gave you, so I'd suggest you get to spending it. Ah, yeah. There's a trading post. You should check out the trading post. Check out the trading post. Okay. Egy új kardocska. Komperi nincsen, de volt szerintem. De így. Lifesteal. Armstrength. A-strength, lifesteal. Vált is be. Salvage. Let's salvage. Let's salvage. Offer an amulet. Cash. Bag of coin. Alapanyagok. Skinny penis. Salvage. Sherry salvage. Okay, meg flint. Itt. Szép lassan dobálja ki az újabbnál újabb küldiket. Igen, az a trade fosz volt. Ez a stash. Tol és szed. Vastin Bart Perform. I've met stately noble gentry and shipwrecked men of 20. I've met souls from ancient memory, fountain sagas and dusty tomes. I've seen ghosts and
knights and bold explorers, as I've wandered every corner of this island we call home. Let's go! Keep it together! Dig in! Woo! Come on now! I've met kings of earthly nations, seen the gods of all creations, tasted wine at every station, from sands to misty moors. But the partings that we weather, and the memories we treasure, are the souls we've lost forever on Eternum's forgotten. Lively little ditty there. Kind of messenger from the night. Word around, you think that's what drew the crowds? But barkeep sounds like some kind. Unlike those red-eyed bastards on the beach. Oh, you didn't trust all. I'd be more interested in. Ez is megvan. Már 9-es. Valaki voice chatet. Fönt lesz. Lehetséges. Igen. The farmers, the knights, the miners, no word in days. We need to know what's going on out there, Lochnir. The people are simply distracted. Word has spread of the true heir's return. As acting regent, you have served Prydwen faithfully, and I'm sure this is unsettling for you. But you can set aside your concerns. When the new king is ready to assume his duties, I will gladly stand down. But not before. Of course. Now, I have preparations to attend to. Lochnir. Ah. You must be the one from the beach. Selpain believes you to be. We saw signs of that is. You should know that we know with all the excitements for the. However, the greater concern right. Minister Lochnir has sent. Lochnir believes the return of the royal bloodline. Oh, I'm sorry. Still, with the remaining. That's just it. If you're truly. Speak, Mr. Lochnir. Come, Seeker. Danger abounds. Mountain and day. Oh, for help. Most mindent végignézni, de igazából nem muszáj. Itt valahol itt is kéne legyen. Ó. Oh. Ja, itt nem lesz útolni, ez nem az a hely. History is being. Csak beszélni lehet. Hey, are you the
one I've been hearing about? Yes, you m- they say you've- But then I realized, yes, col- Annyi 8, akkor 3-at, és ide is 3-at. 1. Maga az elképzelés, meg fejetteném a sztorit, én. Nekem nagyon bejött az elején. Nem mondom, hogy nekem a sok megkötés, amit van a játékban, az, az ölte ki bennem a... But I'm the one who needs help, right? We've lost men. I wish that... A lelkesedést. Majd a Shells. Love keeps you warm, but so does wool. Come to me if you ever need something stitched. I've made a fair garment for many a fine folk. Even yes. This is the first time he's missed our anniversary. And then? Én inkább csak azt mondom, hogy mivel eddig nem volt konzolon, és úgy, mint a Han Solo-nál is volt, hogy eljött az a pont, hogy szép lassan visszacsökkent annyira a játékos bázis, hogy... Ah, yes. The nuke. Yes, for now. Hogy a konzolosokkal próbálják ugye ezt befoltozni. Ez tény, de ez nem maga az alapjáték hibája, hanem az, hogy a fejlesztők nem úgy, nem olyan tartalmakat készítettek a játékhoz, amit mindenkinek kedvező lett volna, hogy mindenki szeret. A négyes, megcsinálják a négyes küldit. Igen, mert a magyarok azt hitték, hogy most hú, hát izé, csinálunk nagy klánokat, mindenkit legyalázunk, meg hasonlók, és akkor jött egy-két ilyen területfoglalás, azt szétkapták őket a fenébe, azt egymást hibáztatták, hogy jaj, szar a szerver, szar ez, szar az. Hát, az magyar közösség is. Ugye amikor már Facebook csoportról csoportra, meg streamről streamre járja az eset, hogy az emberke összerakott egy klánt, összeszedett egy csomó goldot, azt lelépett, azt utána berakták a tokent, a World Wide tokent, azt elment egy másik szerverre. Úristen, ha megvan az amúgy. Meg talán hírportálokon is kint volt. Azt a rohadt. Úgyhogy, ja, voltak itt dolgok. Szerintem itt maga a New World-nek az alapötlete, meg minden, az nagyon jó volt, mert tényleg a Black Desert ilyen, meg nem is tudom melyik játékok még hasonlók, meg ugye a WoW. De a WoW-nál is ugye a grafikával nem nagyon akarnak kezdeni semmit, mert ugye ott maga a grafikai motor nagyon régi. Ha most elkezdik tákolni, akkor
nézzük vissza ugye a Call of Duty Modern Warfare régebbi részeket, hogy szép lassan olyan FPS teljesítmény impactet kapott az egész, hogy olyan gépekkel lettek alá, amiket ugye akkor annó, egy az, hogy fiatalon az emberek nem tudták kifizetni, meg hasonlók. Azért is szép lassan ugye váltódik le a Call of Duty franchise alatt is a grafikus motor. Nem is tudom melyiknél volt. Még mindig ugyanaz az alapja amúgy, csak már teljesen átszabták a textúra shaderinget abba is, mert nagyon már nem volt tartható, nem tudott olyan teljesítményt nyújtani, meg nem tudott olyan betöltési időt tartani, ami jó lett volna. Azt azért szabták ugye akkor, amikor kiadták az új Modern Warfare 1 remake-et. A 19-ben akkor kezdték el modernebb motorokat használni a Call of Duty-ba is. Meg itt ugye a másik nagy probléma itt a New World-del, ami szerintem folyamatosan gond is lesz, de egyben a játék szépsége is, hogy ugye a Crytek az nagyon szép tud lenni. De ellenben a Crytek egy kegyetlen teljesítmény romboló grafikai motor, ami elméletileg fejlesztők által is nem nagyon kedvelt. Nem hiába, csak ugye felfejlesztő használ CryEngine-t. Ugye itt a... Talán a Sniper... Mi annak a neve? City Interactive. C-Games. Talán az a nevük most, C-Games. Ők használnak CryEngine-t a Sniper játékokra. Ugye a Hunt Showdown használja még mindig. Meg fogja is. A Crysis 4 talán, ha kijön, ugye meg a régebbi Crysisok, meg ugye a legelső Far Cry is CryEngine-es volt, de ugye utána meg a Far Cry-nál váltottak, és talán a 2 vagy a 3-nál már ugye Dune motor volt alatta, az meg már egy Ubisoftos fejlesztési motor, és talán most meg már az újaknál, meg ugye a Unreal Next, ami van a játék alatt. Szóval a CryEngine az annyira nem fejlesztő barát, sem játékos barát igazából. Ha nincs egy előművel, akkor sajnos grafikai rovásra fog menni a teljesítmény. Persze ez nagyon sok játékmotornál, meg játéknál van így, mert nem nagyon érdekli a fejlesztőket, de CryEngine-nél ez teljes mértékben így van. Dika csövesek. Nézzük meg, hol van ez a miner-es dolog. Ó, genyó. És ez megvan felvételen, genyó. De az nem, az... Az... A Zsozéknak a trollkodása volt. 100%. Nem streamelték, de hogy az tudja, hogy ők voltak. Megkapták, gondolom, izébe a játékot promóciós céllal, de ugye mivel ugye nagyon sok volt a várósor, meg hasonló, és szerintem az miatt nem merte bevállalni azt, hogy streameli a játékot. Meg hogy felvételt készítsen róla, és inkább széttrollkodták magukat. 100%-os vagyok benne. Azért mertek ilyen nyilvánvalóan alpáriak lenni.
Az ők voltak, 100%. Hát szerintem ott, ja. A játék óra nem a játékból, hanem a chatből állt ki. Azoknál. És én azt mondom, hogy az tudja, hogy azok Zsozék voltak. Ha meg nem, akkor meg nagyon nagy halott srácok lehettek. De, na, mi jót röhögtünk. Mert tényleg az best volt amúgy. Nézzük, fel tudunk-e itt ködni. Tényleg nem lehet elrakni? De kajak, nem hiszem el, hogy nem lehet elrakni a fegyvert, meg a shieldet. Ugye ez a journey, kell az a skill-es cucc. Nem, az a PvP, ez a társak. Az a emote. Az emote. Jó, messze vannak ezek a mellékküldik. Alapbajom, úgyhogy kell. Én már gondolkodtam azon, hogy így valamikor elkezdem ugye az Angry Earth-öt kijátszani. Én nem hallottam tényleg, amíg nem mondtad nyomsos, hogy ezért, hogy fognak ugye konzolverziót csinálni a játékból, meg grafikai felújítást mondhatni, mert valamennyire szebb lett, másabb lett szerintem. Vagy csak kurva rég játszottam vele. De csak hogy ez ki a level szintet, hello? Ott igen, 9 XP, level 10, igen, 9 és level szint, XP az meg 10 000. Vagy csak akkor, ja, ne, ja, már jó, megvan közben. Átszabták és nem az egész képeny aljában van. Annak nem álltam még neki, csak annyi mindent kéne, hogy idő nincs, pedig meg most lehet, úgymond most vagyok szabadabban még. Ez van itt hátul. Lesz ez a cucc, és itt lesz 100 méterre felül. Pinky fish. Itt van egy teleport is. Ugye összeszedjük azt is, csak akkor már a teleportot kinyitom. Bemondjuk minek le. Csináljuk úgy, mintha tényleg is a játszanánk, nem csak
Csekkolgassuk a dolgokat. Most azért tegnap este nem voltak ilyen akadások. Víz az ott. Szép lassan növekszik itt a bétázóknak a létszáma. Tudja, hogy már amúgy kezd limitel lenni. Ja. Devil honey. Oké, és akkor még van egy ötös. Ezt a papírt beszedjük. Megnyílt a duell. Összeszedni 10-et. Kilótizzuk. Meg egy 3 darab kéne, és akkor ez is megvan. Igen, ez... Lis meglett. Ma van egy csármó. És akkor még van itt egy 2-es 96 méterre. Akkor visszamenjük a városba és megnézzük a... leadogassuk ezeket a küldiket. Papyrus. Hát mondjuk ez... Jó.
Már csak vissza kell menni. Ahogy ez is izé. Öldetés. Stop this. After all those years in that hole together, don't make me do this! Stay back! I won't tell you again! Forgive me. Okay. Nem vett észre, hogy kicsit megváltozott. If you thought you were going to the mines? Oh, so I sent dispatches. For a while, some at this point. You're brave. Look for that. Aha. Értelmesebben adja a lootot, ha jól látom. Megszerint igen. Potion pouch. Vagy logikusan inkább mondjuk úgy. Gondolom, ameddig talált a sztori, addig logikusabban adja. De mi is szűnünk ide. Ja, rakjam be a... Oh. Mindig elfelejtem, hogy nem a izét nyomjam be. Ó, oh, ott a backslot. Kaptunk baget? Emlék kellett kapni, nem? Nem kaptunk? Ezek szerint nem kaptunk baget. Csak a slot nyílott meg. Azt írta, hogy kaptunk izét. Kettes. Szétszedtem volna. Vagy nem, vagy azt ad majd. Lehet, hogy azt ad majd. Kettes pickaxe-et a küldetés. Szóval ez van fönt a falon. Performance completed. Nem ez a tavernes. Aha! There's... Yes! You did me a good... Seeing as how... And I think I might... Message sure. We'll celebrate a little... Ad egy kettes kardot. Egy újabb küldetést. A 89, mindegyik 89-re van. Igen, ez lesz fönt a falon. The true heir sought the lock. Kaptunk egy... Mi ez? Az egy izé. De most meg tudnám nézni azt, hogy mi a tényleges kompáréja. Ó! Jó.
Hát kevesebbet véd, de növeli a max HP-t és az intelligenciára ad. Amivel vesztek 3-dal strength-et. Hát ez így nem éppen okés, de... Cica szemes! Igen, meg itt van egy. Ez egy sima ház. Oh dear, he's not with you, last at the... Thank you. Forgive me not. Ez micsoda? Grace's swords. Okay. Ez már kicsit ilyen Final Fantasy is, hogy dupla akkor a kezébe a kard. Okay. 8, 9, 10. This will be a big. You have money. We are open. Let me give you a tip. The regent made me her master. Well, I've nothing's turned up. Oh, you need to cut. Na, kapom majd egy kezest. Aha, most jó messze kell menni mindenhez. Mindegy, itt erre fel megyünk ki. Ott van az 70, mint. Itt megállok. Kicsit kilépek a játékból. Menni, exit discrete, igen. Oké, ki is léptünk. Na, álljál le szépen. És most megnézzük a másik indító fájlával. Ugye ez most eddig a sima alap. Elméletileg DirectX 11-es klienssel futtatott. New World volt, most megnézzük a DirectX 12, ami ugye még csak fejlesztés alatt van, és ugye ez a október 15-i megjelenésre fog kijönni véglegesbe. Jelenleg csak az FSR upscaling technológia érhető el benne, de lesz benne DLSS is. Aki kíváncsiságban megnézem, hogy stream alatt mit mutat. De egy kicsivel lagosabb volt tegnap, én úgy vettem észre, de lehet, hogy az miatt, mert tegnap nem frissítettem még le a driveremet. Na nézzük. Beta 1. Hogy alapból van egy ilyen dinamikus resolution cuccos ugye az előző verzióban is, ami ugye a megjelenés óta benne volt a játékban. De azért mégiscsak másabb. Töltsön be, egy kicsit várunk. Megnézzük a beállítást, hogy nem-e változott el valami is. Igen, scaling az nincs bekapcsolva. Most quality-n van. Ugyanazt mutassa quality-n balanszeren. Valamennyit javult, nem sokat, egy keveset, jó, maradunk quality-n. Mert úgyis úgy, hogy kimegyünk, akkor meg már nem számít. Itt már nem is jelzi ki azt a dinamikus felbontást. De kicsit lagosabb is a játék. Ugye ez még csak fejlesztés alatt áll. Ugye.
Kicsit laggosabb. Hát jóval laggosabb. A sima dinamikus... Rakjuk be egyszer sima izét. Igen. Pompálé. Mindig lakot ad, de nem ad strength-et. Ó, hogy az elején kidobálja nekünk a izé-szettet. Miningos talán. Gyengébb miningos szettet dobálna ki. Rávegyünk, hogy settings. Még hogy balanszed. És a performance. Most így már okés. Mondjuk egy kicsit homályosabb is lett talán, ha jól látom. Ja, sokkal homályosabb lett a játék. Úgyhogy jelenleg ez a mód, ez eléggé gyengus. Balanszeden. Ez általában ez a legjobb mód. Egy balanszeren így is van azért. De kicsit megyünk így is vele, de ja. Ezek nem éppen ajánlott ez az indító kliens. Valahogy a Hand Showdown-ba de se sikerült nagyon faszán összehozni a DirectX 12-es renderinget. Szerintem nagyon szar az optimalizáció vele. Valamint, hogy nagyon nehezen lehet optimalizálni 12-n a CryEngine-nel. Én szerintem azért ilyen gatya, mint a két játéknál. A cuccos. Amik lehet, hogy most így, hogy ugye arrébb jöttünk a várostól. Ugye azt is tegyük hozzá, hogy a... egyszer kiszedjük az FS-et, offoljuk ki. Oké, FS-el nélkül, nincsen upscaling. Mert lehet, hogy maga az FS-el plugin, ami gatya. Kiszedtük az FS-et. Simán. Megy. Van azért így is sokkal nagyobb akadások vannak benne így is, mint a... sima DirectX 11-es verzióba. Egy. Csekkoljuk végig itt ezt a helyet megint. Hogy
Nem a... Ez szerintem a CryEngine-nek a... Achilles sarka. A Directive 12. I'm making a run for it. Fönt van. Föl tudunk menni itt valahol. Itt föl tudunk ugrálni. Nagyon vissza kéne menni a városba, mi? 300-ról, 700-ról. Ezeket a küldiket még megnézem, azt szerintem ennyi lesz most. De még biztos, hogy a mai napon, hanem is... később délután, hanem este fele fogjuk folytatni. Ja, ott van. Egy kicsit még. Elmosztottad a kettes nagy epic axe-eket. Hogy mindig az itt nyomom meg inventory-nak amúgy. De most kell oda lemenni. Jó. Tovább. Ja, hogy itt... Jaj, de jó. Azt spawnol le amúgy a kis izénk.
Portal Masterünk. Most jött pont. Megalatt. Akart kirobbantani. You, my friend. Yeah, let's hope. Cover a momento. Yeah. De a DirectX 12-es az még nincs benne ugye a sima izébe, sima New World-be még. Nem kezdték el tesztelni még a sima Final Build-del. Vagyis gondolom én, mert ott nem vettem észre, hogy kijelezte volna, mert valamikor beléptem megnézni, hogy mi a helyzet vele. Ott nem ajánlotta föl. Mondjuk itt se kéne még felajánlja. Ilyen optimalizálás mellett nem. Nem oké is. Olyan sok. Itt is van egy, 62, 54. Mi a három? Go to Rush is short. Kell jöjjön valami, vagy? Igen, kéne. Van még ilyen kő. Ja, ott van. Hello. Vágjunk ki egy fát inkább. Nagyfa. Az is nagyfa. Azt mondjuk. Kijuttam, ha már neki kezdett. Mennyit dob ez? 5-5. És meg kell egy. Jó van. Woodshop, Stonecutting, Tunneling, jó van. Kettes. Thank you.
fájd. Na. Jó, még elmegyük a hármas fel egyszer, és ott fogunk szerintem majd kilogautolni. Megmondom, hogy este fele jövünk vissza a majd New World-del, de ma szerintem megnézem, hogy kik vannak hántra. Egy kicsit hántolunk is. Régen volt. És megvan. Jó, igen. Itt lesz most Lockfest. Itt vannak a kis kempek. Még annyira nem, de nem a leg. Teljesítmény van itt. Vány kell. Ja, hogy ott arra fele van, jó. Mondom, nem ezeket kell válni újra. Bent izébe is lesz a másik oldalon. Nem, így itt is van, ja. Parton van. Mini event. Nem egy Michael Bay, de... És így ennyi? Vagy láda? Vagy valami? Hát jó van. Igen, azt vissza kell vinni, és a több is bent a városban van. Mondjuk vissza tudnak innen teleportálni, úgyis... ide kell. Balin, yes. Visszamegyünk, és akkor ezzel folytatjuk majd.
Vagy este, vagy holnap. Aki amúgy még egy kis info, aki ezen a bétán részt vesz, az alapból kap egy skint, meg hogyha elintek a 30-as level szint a maxos itt a bétában, azok megkapnak plusz egy skint, vagy fokozatosan 10 level szintenként adnak ilyen set darabokat, vagy valami hasonló. Szóval aki gondolja, hogy játszik majd a játékkal, annak érdemes kipróbálni a bétát, mert mindenféleképpen kap egy kis extrát ingyen. Csak azért, mert játszik. Mert ugye elvileg akik megvették eddig a... a játékot meg a DLC-t, azok is fognak kapni egy plusz... egy skint majd 15-én. Egy mount skint talán. You return. Excellent. What did Foreman move? I can't talk. Come, we will start by discovering how such a rat will need to have hex. But before you... But I remember... Bag increased. Ja, kaptunk kis baget. Csak mondja. Ja, kaptunk egy baget, hello. Hol van a másikban? Van. Refresh mode, dynamic reduction activity, cooldown. Aha, ez gyorsítsa izét. Ebből akkor most ez a kevés lifesteal, az igazából annyit nem ér. Ezeket szétszedem. Ezeket is szétszedem, mert igazából nem fog kellen nekünk. Meg amúgy is sok beta. Nem gyűjtögetünk annyit. Itt vannak olyan refinery dolgok. Igen. Tök a falni. Így itt van bent. Jön Tim, ebből kell 10. Megvan. Stone cutting. Az lenne stone cutting? Olyan rég volt, hogy már nem tudom. Jön nem, ez a forge. Itt a stone cutting, és ott másik oldalon volt még valami. És itt lesz akkor a vermin megmunkálás, cserezés. Többet tudok 30-at. Jó, ez is megvan. Beszélek a karakterrel, és akkor én el is köszönök. Great! You brought Batwoman Suri words. Has anyone? I suppose. És ad még egy küldetést. Jön, refinery, igen, onage, buff, on aura, and iron pants. Igen, iront kell majd kalapálni. A másik, mert az, hogy table fragmentet kell megtalálni.
Na, de én most szépen elköszönök, köszönöm szépen a figyelmet, aki gondolja és még nem követ, az kövessen be itt a Twitch-en. Aki szeretné visszanézni itt ezeket a vodokat, akár fél év múlva, vagy egy év múlva, az annak meg ajánlom a névjegyzékben található YouTube-ot. A YouTube-on fönt van az összes vod, amit ugye itt lement stream élőben. Az visszanézhető, tavaly december óta minden vod felkerül. Vannak fönt YouTube-exkluzív gameplayek is, amik ilyen megjelenés előtt álló játékokból készültek, és ugye megjelenésre raktam ki, meg hasonló ilyen kis, hát nem promóciós, de ilyen bemutató jellegű videók is vannak fönt, meg vannak fönt short klippek, short videók, meg hasonlók. Megnézzétek meg a Facebookot, Instát, ott is lehet követni, és meg hasonlók, meg föl lehet iratkozni ugye YouTube-ra, meg lájkolni, meg diszlájkolni, meg kommentelgetni ott is, meg aki YouTube-on nézi ezt a videót, annak meg ajánlom a videóleírást, ott ugyanezek a linkek megtalálhatók, amik Twitch-en, és ott megtaláljátok a Twitch-et, ahol általában ennek az élők, és érdemes követni ott azt is, meg a többi platformot is, amit így elmondtam. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a következő streamben, videóban. Addig is, sziasztok!